Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, az ő következő lépése irányodba. Itt ez a kép utal az ő jelenlegi helyzetére. Ő most egy más irányba tekint, összehasonlítja a dolgokat, döntéseket fog hozni. Még nem cselekszik, hanem jelenleg úgy figyeli az eseményeket. Most megtekintjük azt, hogy ki vagy mi hat rá, a külső behatások. Itt látható, hogy támadják őt. Ő nagyon kimerült. Itt ugyan egy hölgy látható a képen, de a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és utal az ő helyzetére. Mégpedig azt mutatja, hogy ki hogy hat rá, tehát itt támadásokról van szó. És mit fog tenni az ő következő lépése a te irányodba? Itt láthatóak a kelyhek, ami utal az ő érzelmeire, tehát érzelmekkel közeledik hozzád, hiszen szeret téged. Itt vannak az álmok, a vágyak, az elképzelések, de még vannak korlátozások, és ez az ő érzelmeivel áll összefüggésben, hiszen vannak félelmek, vagy bizonytalanságok nála. És te hogy éled ezt át? Vagy mit kellene tenned? Kezdetben minden olyan bizonytalannak tűnik. Te érzed azt, hogy közeledik. Te nem tudod, hogyan tovább. Ha kicsit türelmes vagy, és bízol benne, akkor itt kialakul egy nagyon szép szerelem, egy párkapcsolat. És itt van az angyali üzenet, kezdetben lesz egy kis húzavona, de idővel meg lesz ez a stabil párkapcsolat, hiszen itt a föld eleméről van szó, és az jelenti a reális dolgokat, egy biztos, stabil párkapcsolatot. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!